Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket. Okoskártya a soproniaknak, július 1-től indul a Sopron Card városkártya. Megteltek a szálláshelyek, a legjobb szállások már tavasszal elkelnek a Volt idejére. Soproniak a Volton, népszerűek a helyiek programjai a fesztiválon. Július 1-től indul a Sopron Card városkártya. Ez egy kedvezménykártya lesz, ami virtuálisan vagy plastikkártyával olcsóbb vásárlást tesz lehetővé, ugyanakkor forgalmat is generál a rendszerhez csatlakozó helyi vállalkozásoknál. A Sopron Cardról pénteken tartottak sajtótájékoztatót a főtéren. A Tűztorony, városunk jelképe, a legtöbb Sopronba érkező turista meglátogatja. Július 1-től azonban a soproni állandó lakcímmel rendelkezők ingyenesen látogathatják, ha rendelkeznek Sopron Carddal. Ez a kártya számos kedvezményt biztosít majd a soproniaknak. Parkolási kedvezmény a felszíni parkolásban, a sportrendezvényeken kedvezmény. Elsősorban ezek nem jegyre, hanem bérletes szolgáltatásokra vonatkoznak, a kultúra területén, a vízmű tekintetében, az uszodák használata tekintetében. És még nagyon sokan csatlakozhatnak, mert folyamatos a csatlakozás lehetősége, vendéglátók, szolgáltatásnyújtók. Elvileg azt lehet mondani, itt felvetődött a kérdés, a kisiparosoktól kezdve bárki adhat szolgáltatási kedvezményt. Ez a vállalkozói körnek a döntése, hogy ő belép-e vagy nem. A Sopron Card célja a kedvezményes szolgáltatások biztosításán túl a helyi közösségek erősítése is, mondta el dr. Fodor Tamás polgármester a kártyáról tartott sajtótájékoztatón pénteken. Két célja van. Az egyik, hogy a soproniak a városban a szolgáltatóktól kedvezményt kapjanak. Ezek a kedvezmények mértéküket tekintve 10-15%-tól 50, illetve 100%-ig lehetséges. Ez a szolgáltatás nyújtótól függ, hiszen az ő üzleti nyereségéből adja át ezt a fajta kedvezményt. Nyilvánvalóan azért teszik, mert ezzel azt várják, hogy a forgalom növekedjen, és így módon pótolják a bevételeiket. Másik oldalról pedig azért fontos a Sopron kártya, mert a soproniak érezzék azt, hogy aki itt Sopron állandó lakcímmel rendelkezik, az ilyen formában egy kis előnyhöz jut a városi szolgáltatásokban. A Sopron Cardot július 1-től lehet megvásárolni a Szentgyörgy utcában található Turinform irodában, illetve elektronikusan a www.soproncard.hu weboldalon. Sok elfogadó helyen kötöttünk már szerződést. A szolgáltatók köre nagyon széles és változatos. Ez a kártya a matracháztól kezdve a vendéglátóhelyeken keresztül az élményt nyújtó szolgáltatásokon át mindenben a soproniak rendelkezésére áll és kedvezményt nyújt. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten támogatja a Sopron Cardot, hangsúlyozta Horváth Vilmos, a köztestület elnöke. A városkártya a kiváltástól számított 1 évig érvényes és névre szóló, így másra nem ruházható át. Júniusi közgyűlését tartotta a képviselőtestület csütörtökön. A napirendek között szerepelt a Sopron Card bevezetése is. A rendes ülésen meghatározták a közgyűlési ülésnapokat és a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról is döntöttek. A képviselők Herb Zoltán sétánynak neveztek el egy közterületet a Jereván lakótelepen. Döntöttek Kempten testvérvárosba történő kiutazásról, és módosították az idei költségvetést. Támogatnak kulturális feladatot ellátó alapítványokat, illetve bevezetik a Sopron Card városkártyát, amely olcsóbb vásárlást tesz lehetővé a helyi tulajdonosának. Végül a közgyűlés a Megyei Jogú Városok Szövetségének biztosított forrást arra, hogy a Rákóczi Szövetségen keresztül a külhoni magyar közösségeket támogassa. A rendkívüli ülésen a Soproni Múzeumi Épületek vagyonkezelési szerződéséről is döntöttek, valamint támogatták az Alapítványa Zeneiskoláért táborát. A Fertőpart fejlesztése a környezetvédelmi értékek sérelme nélkül valósul meg, mondta Mozaik című műsorunkban a Fertőhanság Nemzeti Park igazgatója. Kulcsárné Rott Matea visszautasította azokat a vádakat, miszerint a környezet lerombolásával valósul meg a beruházás. Hozzátette, a Nemzeti Park életében nyújt majd bepillantást az új ökológiai bemutatóhely. Az építésére kijelölt terület több tonnányi szemetet rejtett a bokrok és a nádas takarásában. Ennek a szakasznak a megtisztítása jelenleg is zajlik, emelte ki az igazgató. Amit ugye sok helyen hallunk, hogy egy ilyen lebetonozott, leaszfaltozott, hogy mondjam, strandrész lesz, vagy beruházás lesz. Ezt azért a magam nevében, és szerintem a kollégáim nevében is visszautasíthatom, mert ebből én azt le tudom vonni azt a következtetést, hogy úgy gondolják, hogy mi abszolút nem vagyunk a szakmánknak a tudatában, hogyha úgymond ilyet megengednénk. Ennek a területnek a nagy része, több mint az egyharmada teljesen bizonyosan parkos, zöldövezeti rész lesz. Csatornázási munkálatok miatt július 1-től várhatóan július 6-áig teljes szélességében lezárják a Csatkai utca, Jókai utca és Zsülip utca közötti szakaszát. Sopron önkormányzata és a kivitelező arra kéri az autósokat, hogy ez idő alatt kerüljék az érintett útszakaszt. Ez idő alatt a Csatkai utcán keresztül közlekedő buszok is terelőúton közlekednek, ezért az Észak-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy előzetesen tájékozódjanak az autóbuszok pontos útvonaláról és menetrendjéről. Megteltek a szálláshelyek a Volt idejére Sopronban. A szakemberek szerint az igazán jó árértékarányú szállások már tavasszal elkelnek, de vannak olyan extrém esetek is, amikor már a fesztivál utáni napokban lefoglalják a következő évre is a szállásokat. Zsúfolásig megteltek a kávézók és a teraszok Sopronban, nincs ez máshogy a szállodákkal, panziókkal és kollégiumokkal sem. Az a tapasztalat, hogy az olcsó szállások hamar elkelnek a Volt Fesztivál idejére. A szálláshelyeknek a 70–80%-a valójában már február-március magasságában megtelik. Amikor valaki jó árértékarányú szálláshelyet szeretne találni, akkor tényleg érdemes előre gondolkodni, keresni az úgymond early bird lehetőségeket, és még az is előfordul, tehát a 70–80% február-márciusra megtelik, de az is előfordul, hogy amikor a fesztiválnak itt vége van, mondjuk pár nap múlva most, akkor egy hét múlva már a következő évre foglalják előre, mert mondjuk még pontosan nincs is meg a Volt Fesztivál időpontja, és akkor még el lehet csípni akár nem kiemelt áruhelyeket is, és nagyon jó minőségű helyeket is. Úgyhogy azt tudom elmondani, hogy előre kell gondolkodni, mint az elmúlt 10 évben mindig. Minden szállásadó próbál évről évre fejlődni és újítani a vendégeinek. Nincs ez máshogy a Volt alatt sem. Idén talán amilyen érdekesség, nem olyan óriási újdonságnak mondanám, de érdekesség, hogy minden évben van egy fesztiválbusz, illetve több fesztiválbusz, ami a szálláshelyekről szállítja az embereket a fesztivál kapuhoz, ezzel is tehermentesítve a helyi tömegközlekedés, meg a helyi taxisokat, van bőven elegendő feladatok így is, és idén a volt.hu oldalán már ezek a buszok online követhetőek, tehát magyarul, hogyha valaki nem szeretne várni és pontosan szeretné tudni, hogy mikor jön, ott egy online térképen tudja ezt nézni, mint érdekesség idénre. De igyekszünk természetesen évről évre minél több újdonsággal és szolgáltatással szolgálni. Sok esetben előfordul az is, hogy a tavalyi Volt után le is foglalják az idei fesztiválra a szálláshelyet. A szakember szerint ez még nem általános gyakorlat, de szép számmal vannak ilyen esetek Sopronban. Bringatároló, játék a kiterjesztett valóságban és helyi zenekarok koncertje. Sok soproni csapat képviselteti magát az idei Volt Fesztiválon. Az általuk biztosított programok nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. A nagy hőség ellenére is sokan érkeznek kerékpárral a Volt Fesztiválra. Őket segíti a Bringás Sopron Egyesület szolgáltatása. A bejárat előtt felállított 500 fős tárolóba a helyiek ingyenesen helyezhetik el bringáikat, amikre az önkéntesek vigyáznak. A vendégek pedig 20 darabos kerékpárflottából kölcsönözhetnek. Ez kaució ellenében használható, amit visszakapnak, ha nem tesznek kárt a bringában. Az érdeklődőket Sopront felfedező játékkal is várják, a belvárosi túrát teljesítők ajándékot kapnak. Az Egyesület elnöke szerint nagy az igény a fesztiválon végzett munkájukra. Annyi soproni volt már fenn az első napon, hogy most a következő órákban bővülni fog a terület, plusz kerítéseket be kell építenünk, és plusz tárolókat, mert valószínűleg elszámoltuk magunkat, és sokkal több soproni fog kerékpárral járni, ami nagyon helyes egyébként, mert amit mi is látunk, a közlekedési káosz, az sajnos vele jár a fesztiválnak, kerékpárral ilyen probléma biztos nincsen. Egy uniós és kormányzati támogatással életre hívott programi már másodszor mutatkozik be a fesztivál közönségnek. A Soproni Egyetem által kifejlesztett, kiterjesztett valóság applikációval támogatott játékban kisebbek és nagyobbak is kihívásra lelnek, miközben az egyetem teljes képzési kínálatáról is tájékozódhatnak. Abból indultunk ki, hogy a MTMI területeket, tehát matematika, természettudomány, informatika és műszakiakat szeretnénk népszerűsíteni, ezekből válogatunk össze. Egyszerű matek példa, egy kis biológia, egy kis fizika, egy kis informatika, de abszolút hétköznapi tudást igényelnek csak. A fesztiválozók szeretik Sopront, és a Volt zenei kínálatával is elégedettek. Szép, szép és a mosolyunk először amúgy. Úgyhogy, de jó, nagyon. Na most már azért elkezdett szálingozni az emberek, azért jó lesz ez. Nekem ez az első fesztiválom, és én nagyon jól érzem magam. Tök jó a hangulat is, meg itt tényleg minden van. A zenei programból idén sem hiányoznak a soproni együttesek. Csütörtökön a tavalyi Sopron Zenél utca zenefesztivál győztese, az RPG léphetett színpadra. Lezárta a tavaszi szemesztert a Soproni Egyetem. Az erdőmérnöki kar évzáró kari tanácsülésén elhangzott, ahhoz, hogy az erdeink és a benne élő állatok tartósan fennmaradjanak, hozzáértő szakembereket kell képezni. Ünnepi kari tanácsülés a Lámfalussy Sándor karon. Az erdőmérnöki kar évzáró ünnepségén professzor dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora hallgatókhoz szólt. Kedves végzős hallgatóink! Számotokra most kezdődik az élet, most fogtok gyökeret ereszteni, és idővel büszke fává terebélyesedni. Csak úgy, ahogy tették ezt neves elődeink sok-sok generációnál, akik megalapozták a tervszerű tartalmas magyar erdő- és vadgazdálkodást, akik emellett ezzel párhuzamosan úttörői voltak a hazai természetvédelem ügyének, és akik 150 éve megalkották a magyar erdészeti szaknyelvet, és magyarrá tették az erdészeti felsőoktatást. Professzor dr. Bidló András, az erdőmérnöki kar dékánya beszédében kiemelte, nagy jubileumokat ünnepelt az elmúlt évben az egyetem. Elmúltan két jubileum évében telt el. 210 éve indult meg Selmecbányán a felsőfokú erdészeti képzés, és 100 éve fogadta be Sopron a Selmecbányáról menekülő akadémiát. Az erdészeti oktatás 210 éve Selmecbányán megkezdő elődeink jól ismerték fel, hogy az erdő, a természet és a vadállomány megőrzés csak akkor lehetséges, ha ezekben lezajló folyamatokat értő és tudó, műszaki és gazdálkodási ismeretekkel is szerző szakembereket képeznek. A magyarországi erdők, a természetterületek és a világhírű vadállomány ezek szakemberek tudásának is köszönheti létét. A fenntarthatóság, tartalmasság fogalmát nálunk már akkor tanították, amikor mi nem volt hivatalos természet és környezetvédelem. Az eseményen részt vett Zámbó Péter földügyekért felelős államtitkár. Az ünnepség a diplomák és elismerések átadásával zárult. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amelynek vendége Kulcsárné Rott Matea, a Fertőhanság Nemzeti Park igazgatója lesz. Utána Életforma című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szombaton sok napsütés várható, az északi szél több felé megélénkül, de csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 27 és 30 fok közé melegszik. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.